Isten igényét fogjuk olvasni az Apostolok Cselekedetei 24. részéből. Apostolok Cselekedetei 24. rész, 24-es versétől a 27. verséig fogjuk olvasni Isten igényét. Apostolok Cselekedetei 24. fejezet, 24-es versétől a 27-es verség, így hangzik Isten igéje. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szól. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félixt pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Amen. Még el nem felejtem, mert az is előfordulhat velem. Hadadjam át a Székelyhídi és az Asszonyvásári Gyülekezet köszöntését nektek, testvéreim. Hát egy kedves alkalom, hogy újra találkozunk. És amikor a Biblia azt mondja, hogy az alkalmat áron is megvegyük, akkor figyeljük meg jól a szövegkörnyezetet, mert nem a hallgatott igénynek az alkalmát kell megvenni, hanem a hirdetett igénynek az alkalmát. Tehát ha pénzbe kerül nekünk, ha anyagi áldozatba kerül is, hirdetnünk kell az igét alkalmas és alkalmatlan időkben előállva vele. Na hát egy ilyen alkalom volt ennek a helytartónak, aki az akkori világ legnagyobb birodalmának volt a helytartója, Félix és a felesége. Egy ilyen alkalom volt a számukra, hogy hallhassák az Isten igéjét. Testvéreim, nem tudom, hogy hány alkalmat kapott Félix arra, hogy hallgassa az evangéliumot, és méghozzá olyan kompetens elméleti tudóstól, mint Pál apostol, aki a mi keresztény hitünknek a legnagyobb elméleti szakértője, állítom, hogy így van, de biztosan eleget ahhoz, hogy megtérjen, ha akar. Nos, a mindenható Isten, amikor megteremtett bennünket, már előre tudta, hogy még században hova fogunk bejönni ebbe a világba. Fiataljaink közül többen vannak, akik kémia órákon találkoztak a lakmuszpapírral. A lakmuszpapír az egy olyan kémiában használatos kis papírcsík, amit belelógatnak a folyadékba, és attól függően, hogy piros lesz vagy kék, kiderül az illető folyadékról, hogy bázis vagy pedig sav. Nos, Isten testvéreim, belelógat bennünket a civilizációba. Engem 1954-ben lógatott bele, másokat hamarabb, másokat később itt a teremben, akik itt vannak. És mikor ki fog emelni belőle, egyiket kiemeli 4 hónapos korában, másikat kiemeli 2 éves korában, másikat 10 éves, 20 éves, 100 éves korában, vagy 128 évesen, mint az egyik örmény, atyafit. De amikor kiemel a civilizációból, akkor ki kell derüljön róla, hogy istenfélő vagy istentagadó. Ehhez Isten adott nekünk, testvéreim, szabad akaratot, de nem mindenben. Ő határozta meg előre, emlékezzetek vissza, mit mondta Pál apostol a görögöknek az Areopágoszon, ő határozta meg előre, hogy hova és mikor fogsz megszületni. Ő határozta meg előre, hogy kik lesznek a szüleid. Ő határozta meg előre, hogy ki lesz a bába, aki segítkezik a világra jöttöknél. És ő határozta meg előre, hogy kik fognak kikísérni majd az utolsó utadra annak idején. De optimális feltételeket ad neked, hogy erkölcsileg dönts mellette vagy ellene. Erre jó az alkalom. Az új szövetség görög nyelve 2 szót használ az idő jelölésére, az egyik a kronosz, a másik pedig a kairosz. Amikor azt mondjuk, hogy folyik a kronosz, a múló idő itt előttünk, amit most kimondtunk, az
10 perc ma már a történelmi lesz, akkor azt mondjuk nem tulajdonképpen, hogy a kronométerrel, ami ott van egyeseknek a kezén, a kronométerrel mérjük ezt a kronoszt, a múló időt, amiben én is bejöttem a világba, majd valamikor kimegyek belőle. Most ebben a kronoszban, ebben az időben vannak kairoszok, vannak alkalmak, hogy milyen ezeket a kairoszokat, testvérem, ezeket az alkalmakat, amiről szó van itt a felolvasott igében, ezeket, testvéreim, Isten adja, előre meghatározta ezeket az alkalmakat, és ezeket az alkalmakat mi vagy ki használjuk jó célra és értelmesen, mint ahogy előtte már idézték, vagy értelmesen kihasználjuk, vagy pedig bolond módra, mert a napok gonoszak, mert az idő gonosz, mert azt akarja nekünk, valamilyen azt a képzetet akarja áthozni az értelmünkben, mintha a miénk lenne az idő, de nem a miénk, hanem elrohan. És a pillanatokkal, az alkalmakkal, ha nem gazdálkodunk, akkor rájövünk, hogy alkalom nélkül maradunk, elfogynak az alkalmak, és mi nem használtuk ki őket. Na most, testvéreim, milyen mély lehet a kairosz a kronoszban? Milyen mély lehet a pillanat? Mennyi mindent átélhet az ember a kronoszban, a kairosz által, a kapott alkalom által? 1983-ban nagyon esős tavasz volt. Olyan rettenetes esőzés volt, hogy az iskolából mentem haza, akkor még szombaton is dolgoztunk. Az iskolából mentem haza Kágyáról Székelyhídra, és annyi volt csak száraz út az aszfalt közepén körülbelül, ahol elfért az autó. Jött egy nagy kocsi velem szembe, és mivel a középen jött, ezért nekem le kellett húzni a vízre. És akkor rámentem mind a négy kerékkel a vízre, akkor az az aquaplanare, az, akik tudják, hogy miről van szó, akkor az jött létre egy ilyen jelenség, megpördült a kocsi a víztetején, és ugyanazzal a sebességgel, amivel előre mentem, oldalra kiütöttem egy sürgőnyfát, meg egy másik kisfát, négy kerékkel felfele fölfordultam, az autó olyan lett, mint egy kifli, és hárman voltunk a kocsiba, egy valakinek lett egy könnyebb sérülése, nekem semmi bajom nem történt, még csak egy hajam szála se görbült meg. A másik, aki hátul ült, kinyílott az ajtóhoz, kicsúszott a rétre, ott csúszott a hasán szegény feje a réten, de neki se lett semmi baja. Na most, testvéreim, most jön a java. Amikor én láttam, hogy most már ezt nem tudom elkerülni, és az első csattanás után, egészen addig, ameddig a kocsi a feje tetejére áll, teljesen a négy kerékkel fölfele, az egész életem átrohant előttem. Majd később a teológián tanultam tanatológiából, hogy a halál közeli élményekben van ilyen. Amikor valaki nagyon nagy veszélybe kerül, vagy halál közeli élménye van, vagy a klinikai halál állapotából visszahozzák, az számot ad róla, hogy a másodperc töredéke alatt, én emlékszem vissza, hogy végig rohant előttem az óvodás éveintől kezdve egy csomó minden, mert az alkalomnál nem az számít, nem a hosszúsága számít az alkalomnak, hanem a mélysége, testvéreim. Tudjátok, milyen mély lehet egy pillanat? A kronoszban jelenkező kairosz, az alkalom lehet olyan mély, hogy megragadott benne az örökké valóságot. Elképesztő. Istentől azért kaptál 20 évet, 30 évet, 40 évet, 70 évet a kronoszban, hogy legyen egy olyan kairoszod, amikor megragadod az örökké valóságot. És onnan kezdve a tiéd. Gondolkozzatok el rajta, jó, volt-e ilyen kairoszotok? Aztán egy másik ilyen kairosz lesz, amikor Isten újjászül az ő lelke által. Ennek is olyan mélysége van, hogy ezt nem lehet kibeszélni. Én, aki annak idején, gyerekként, azt kérdezték tőlem, hogy még a kedvenc énekem, mindig azt mondtam, hogy az Árnének. Mert akkor már szaladtunk kifele, aztán végé volt az Isten tisztelet. Most, testvéreim, nem jó, hogy hazamenjél az Isten házába. Nekem, ha azt mondták volna fiatal koromban, hogy eljön az idő, mikor szeretek az Isten házába lenni bármennyit. Amikor megállok valakivel az én atyám fiával beszélgetni, szeretnék, nincs rá idő, de szeretnék vele beszélgetni a közös ügyeinkről, hogy szeretem az Isten dolgait, boldog vagyok benne, reménységem van, dúzzatok az erőktől, mert az Isten ereje erőt ad.
Hát én ezt nem tudtam volna első képzelni elsőként. De volt valamikor az életemben egy olyan káélosz, amikor Isten megtöltött az ő lelkében. Most testvéreim, egy ilyen alkalmat múlaszt el ez a szerencsétlen Félix. Egy ilyen alkalmat nincs semminek, amikor Pál apostol elkezd beszélni. Miről beszél Pál apostol? Néhány nap múlva pedig megjelen Félix a feleségével, Drusillával, aki zsidó származású volt, magához vitt a Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. Testvéreim, Pál apostol nem tudhatta ezelőtt 2000 évvel, hogy 2000 év múlva egy este, egy kairosz alkalmával a margitai gyülekezet is hall a Jézus Krisztusról, és a Jézus Krisztusban való hitről. Pál apostol ezt nem tudhatta, de mi már tudjuk, hogy 2000 éve testvéreim a Jézus Krisztusról szóló híradás, az evangélium most is éppen olyan erővel tud új életeket előhozni nőkből és férfiakból, mint akkor tette 2000 évvel ezelőtt. Ahogyan a hatalmas római légiók, akik ott álltak és arra vigyáztak, hogy a keresztények a jegen el ne tudjanak menni, hanem ott álltak, mint megfagynak, vagy mint megtagadják Jézust. Az az erő, ami rájött a katonákra, és mikor látták, hogy összeesik egy keresztény, nem bírja tovább a hideget, a római katona levetkőzött és beállt helyette. Mert akkor is volt ereje a Jézus Krisztusban való hitnek. Na éppen úgy most is van ereje, testvérek. Most is van ereje. Csak aki inne lábbal, nyimmekbe, nyámbogva veszi az evangéliumot, az soha nem fogja megtapasztalni. Az soha nem fogja megtapasztalni. Ha Péter, amikor azt mondta neki Jézus, hogy szálljon ki a csónakból és menjen oda hozzá, ha Péter ott gondolkodott volna, hogy menjek úszógumi nélkül, hát ez így nem lesz jó, akkor soha nem tapasztalta volna meg, addig a pár lépésig, hogy lehet a vízen járni, nem tudta volna megtapasztalni. Ahhoz bátorság kell, hogy valaki kihasználja a kronoszban a kairoszokat. Most testvéreim, ne engedjük el az alkalmakat, amiket Istentől kapunk. Ezek drága alkalmak, amiket arra ad, hogy megtérjünk hozzá, hogy újjászülessünk, hogy megerősödjünk, hogy újraéledjünk. Azért adja ezeket az alkalmakat a kronoszban, a kairoszokként. Isten ajándékai ezek a pillanatok. Hogy nehogy úgy járjunk, mint Félix. Aki hallja az evangéliumot Jézus Krisztusról, erről a elképzelhetetlen erőről, és azt olvassuk, hogy de amikor az igazságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült. Testvérek, el sem tudom képzelni. Ha a Szentírás így mondja, akkor így van. De hát mondjátok meg nekem, a római birodalomnak az egyik helytartója, egy hatalmas tiszt, borzasztó magas pozícióban megrémül, amikor Jézus Krisztusról hall, igazságról, önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről. Tudjátok, az igazság az egy nagyon furcsa valóság. Ugyanis az igazság úgy néz ki, ha csak felületesen vizsgálod, ha valaki ördögi ármánnyal az igazságot hazugságnak mutatja be, akkor úgy néz ki, mintha az igazság támolyogna. De ha időt szánsz rá, és logikusan gondolkodol, utána nézel a dolgoknak, akkor azt figyeled, hogy az igazságnak kezdenek kinőni a lábai. És az igazság egyre biztosabban áll. A hazugság pont fordítva van. Úgy tudja tálalni az ördög meg a csatlósai, mintha az igazságot mondaná. De ha időt szánsz erre is, és logikusan gondolkodol, és utána jársz, akkor azt veszed észre, hogy ez, ami úgy nézett ki, hogy szilárdan áll, egyre csak a lábai kezdenek kibicsaklani, aztán szépen. Eldől a hazugság. Eldől a hazugság. Félixnek lett volna alkalma, hogy megvizsgálja ezeket a dolgokat. Testvéreim, ha valakiben nem az Isten értelme van, emlékeztek, van egy ilyen ige,
hogy a világ nem is érti, azt sem tudja, miről van szó. Csak akiket az Isten lelke vezet, azok fogják megérteni. Tulajdonképpen azok jutnak el az igazság magvához. Azok fognak meggyőződni az igazságról. Egyszer egy idős férfi azt kérdezte tőlem, hogy tudtam én hitre jutni? Hát mondom, én nem tudom megmagyarázni. Hallottam az igazságot, rábólintottam, igaz, hogy nem fiatal koromban már, hanem olyan 31 éves fejjel. Újra vettem a Bibliát, újra kezdtem olvasni, és rájöttem, hogy itt van az igazság, de előtte imádkozni kezdtem, és azt mondtam, hogy atyám, én fiatal koromban elutasítottam ezeket a dolgokat, de nem hozott semmi eredményt, tönkrement az életem, nem hívnak semminek. Én szeretném, ha te engem valahogy újra gyúrnál, összegyúrnál, csinálnál vele valamit, de legfőképpen az, hogy értsen ezt a Bibliát, amit olvasom. És onnan kezdve elkezdtem érteni. Azt mondja nekem ez az idős valaki. Ő egy életen keresztül azért nem tudott megtérni, mert gyermekkorától kezdve mindig tapasztalta az igazságtalanságot. Itt az igazságról van. Ő tapasztalta egy életen keresztül az igazságtalanságot a testvérei részéről, a szomszédok részéről, a tanító részéről, a pap részéről, és így tovább, és így sorolta ő. Az állam részéről, és így tovább. Mint ahogy ti is tapasztaljátok az igazságtalanságot, nagyon sokszor, sokfelől, rőbb. És ezért nem tudott megtérni. Mert ő úgy gondolja, hogy ha létezik egy Isten, akkor az igazságos kell legyen. Ha pedig létezik egy igazságos Isten, akkor igazságnak is lennie kéne. Ha pedig nincs igazság, se ott, se itt, se ott, meg sehol, akkor azt jelenti, hogy nincs egy igazságos Isten, vagyis nincs Isten. Ezért ő nem tud megtérni. Testvéreim, akkor most kezdjük el vizsgálni. Nézzük meg, hogy kinő az igazságnak olyan a lába. Azt kérdeztem tőle, hogy te mondom, tegeződve vagyunk azért, amíg idős. Mondom, te mondom, figyelj, te azt veted a szemére Istennek, hogy ha van, akkor miért engedi meg az igazságtalanságot? Így van. Te mindig igazságos voltál? Elbizottan mondom. De mindig igazságos voltál? Mert én olyan jól ismertem, hogy én azt is felszólaltam volna neki, hogy utolsó 5 évben hol nem voltál igazságos. Hát azt mondja, nem. Na mondom, tudod te, azon a igazságtalanság, amiről te beszélsz, az nem egy nagy csomó igazságtalanság, hanem az le van bontra ilyen kis porciókra. Ott van az én igazságosság, az én igazságtalanságom, a tiéd, a szomszédé, a fejedé, a menyedé, a papé, akiről te beszélsz, meg stb. Az egésznek, vagyis ez a sok igazságtalanság, ez le van bontva, ez mindannyiunknak az igazságtalansága. Na, amikor te az első igazságtalanságot elkövetted, akkor a Jóisten nyakon kellett volna vágjon, hogy a pokol közepébe repülj. Te szerinted? Mert Isten csak akkor van igazságos Isten, ha nem hagyja az igazságos, az igazságtalanságot. Hát nálad se kellett volna hagyja. Értitek, ugye testvéreim vagyok? Hát világos. Világos, hogy hagyja Isten az igazságtalanságot. Mert az igazságtalanság alapján, amit elkövetsz, annak alapján fog elítélni annak idején. Még a mi rendőreink is tudják, hogy amikor valakit elkapnak, egy gyanúsítottat letartóztatnak, utána keresik a corpus delictit, keresik a bűnjelt, keresik azt, amire elzárhatják, amire elítélhetik. Hát Isten is ezt csinálja. Letartóztatott itt bennünket, mert innen nem tudunk elmenni soha erről a bolygóról. És testvéreim, itt kell üljünk egészen addig, ameddig el nem jön az ítéletnek az órája, hiszen erről is beszélik Pál apostol, az igazságról beszélt, az önmegtartóztatásról és az ítéletről. Itt kell megvárjuk, amikor Isten megítél bennünket azért, hogy miért nem vettük birtokba az igazságot, mert birtokba vehettük volna, hiszen egy személy az igazság, Jézus Krisztus. És nekem lenne igazságom, meg neked is lenne igazságod, ha lenne Krisztusod, ha kihasználtad volna, és ha kihasználtuk volna az Istentől kapott Kairoszt.
Egy ilyen gyönyörű kairosz volt, egy ilyen gyönyörű alkalom, amikor eljött az időknek a teljessége, és Isten kibocsátotta az ő fiát, hogy legyen, amit megragadj te, amikor ez a kairosz személyre lebontva elérkezik hozzám, hogy te is megragadhass Jézus Krisztust. Itt Jézus Krisztusról beszél, és Félix is megragadhatta volna. De nem tette. Miről beszélt? Igazságról, önmegtartóztatásról. Testvéreim, ha már valaki Jézus Krisztusba vetett hittel jár ezen a világon, éli az életet, és az igazságnak a birtokába jutott, mert az övé az élet ura Jézus Krisztus, akkor ennek természetes folyománya, természetes következménye az, hogy önmegtartóztató életet él. Az a bizonyíték annak, hogy valóban kihasználta a kairoszt, és a kronoszban, igazságban, Jézus Krisztusban éli az életét. Miféle önmegtartóztatásban? Önmegtartóztatás az anyagiakban, és önmegtartóztatás az erkölcsiekben. Önmegtartóztatás az anyagiakban. Tudjátok, testvéreim, hány élet megy tönkre? Siklik félre. Azért, mert valaki nem önmegtartóztató. Ő nem úgy gondolja az Isten országáról, mint ahogy Jézus mondja a példázatban, hogy a kereskedő, mikor talált egy nagyon nagy értékű gyöngyöt, akkor mindenét eladta, mindent veszni, hogy ott vagy, azt az egyet megragadja. Mert rájött, hogy akkora hatalmas kincsnek jutott a birtokára. Mi nagyon sokszor úgy vagyunk, mint ahogy most a múlt héten hallottuk arról, aki gazdag volt, előkerő volt, és a jó pozíciójára, mint egy fedélként gondolta, hogy jó lenne az Isten országa is, meg az örök élet is. Jézus meg azt mondta, hogy nem lehet. Vagy. Önmegtartóztatás az anyagiakban. Azt akarja mondani Jézus, hogy testvéreim, sokszor van, csak én zárójelben akarom mondani, sokszor lehet látni olyan furcsa, Székelyon is van, vagy két ilyen hely, ahol megvannak az épületek, nagy a beruházás, de semmi aktivitás nincs benne. A múltkor mondom valakinek, aki ott éjjel jön, te mondom, mit őrzöl te, itt nincs semmi aktivitás, pedig elég drága dolgok vannak itt. Azért ez pénzmosás. Valakinek nagyon sok pénze van, aztán csinált ilyen, mondva csinált vállalatokat, ami úgy néz ki, hogy ez vállalat, aztán termel, papíron, de ő a pénzt máshonnan valahonnan szerzi meg, aztán ez itt mossa tisztára a pénzét. Testvérem, hát itt tudjátok, hogy hány kommunista átmentette a pénzét ebbe a rendszerbe? Oh, nagyon. Na, legyen az övéké. Én nem erről akarok beszélni. Ezt az egész anyagi birtoklást, amivel bírunk, az egész vagyonodat, mindenedet átmentheted az örökké valóságba, azt mondja Jézus. Nem azt mondta a gazdagnak, az előkelőnek, azt mondta, hogy add el a vagyonodat. Ott szék a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Nem azt mondja neki, hogy ott maradsz, ahogy a románok szokták mondani, Lefter Popescu, ott maradsz egy bani nélkül. Nem azt mondta neki, hogy te nincstelen, földön futó, nyomorult nyavajás leszel, hanem azt mondta neki, hogy csináld meg ezt, amit én mondok, és a mennybe lesz kincsed. A mennybe lesz kincsed. Átmenekíted ebből a nyomorult világból a kincseidet az örökké valóság. Ez is egy kairoszó. Csak ennek az előkelő embernek igen nagy vagyona volt, és úgy gondolta, hogy jobb ma egy verény, mint holnap egy túzok. És úgy gondolta, hogy az a kincs, amit Jézus mond itt nekem, ez a rabbi, mert ő nem tartotta őt az Isten fiának, csak egy rabbinak tartotta. Az a kincs, amit te mondasz nekem, az csak ígéret. Ez meg, amit van a zsebemben, ez a valóság. Tudjátok, hányan vannak így ezen a világon? Nagyon sokan. És el fogják veszíteni az örök életet. Miért? Azért, mert nem ismerték meg az igazságot, nem lett az övéké,
ezért azt se tudják, mi az, hogy önnek tartóztatás az anyagiakban, és azt se tudják, hogy mi az önnek tartóztatás az erkölcsiekben. Egy atyafitó kérdezte. Mondom, nem haragszol meg. Nem szeretném, mondom, ha a Jóisten engem valamikor kérdőre gondol az, hogy miért nem szóltam neked. Te mondom, miért csalod meg a feleséged, mondd meg nekem. Hívő ember létedre. Te nem félsz a pokontól. Azt mondta, hogy egy életem van. Mit lehet az ilyenek még mondani, testvére? Hogy legyen önnek tartóztató, amikor ennek még az örök életbe se hisz? Ez nem hiszi el, hogy Isten mindenért kárpótol bennünket az ő országában. Ez azt hiszi, hogy csak ez a nyomorult, testhez kötött élvezet létezik az egész univerzumban. Ezt nem tudja elképzelni, hogy amit fül nem hallott, szem nem látott, amit az ember értelme ki sem tud gondolni, olyat készít nekünk Isten az ő országában. Hát ennek nincs hite, ezzel nem tudsz mit kezdeni. Ez nem hiszi el, hogy a hűségednek a jutalma képpen ketten feküsznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ez nem tudja, mi az, hogy kairos, ez nem tudja, mi az, hogy alkalom. Ha tudja, akkor meg úgy tudja, hogy az ördögben mutatja neki, ezt ki kell használni, ezt ki kell, hogy nem látva, ezt ha nem használod ki, akkor lényeg. Ezt tudja, alkalom szűri a tolvajt. Azért, testvéreim, mert azt az alkalmat, amit Isten ad nekünk a jóra, az ördög is ott áll abban a pillanatban, hogy használd a gonoszra. Meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni Pál apostol. Emlékeztek arra az időre, testvéreim, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghallanak, és utána az ítélet következik. Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghallanak, és utána az ítélet következik. Taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Vagyis, tudjátok ki a bölcs? Az a bölcs, aki tudja, hogy emberként hova kellene eljusson, és lépéseket tesz, hogy meg is érkezzen oda. Kihasználja az Istentől kapott kairoszokat azért, hogy meg is érkezzen a csúcsra, ahova az ember csak eljutott, a teremtőjéhez. Végül a reménységről szeretnék beszélni. Pál apostol, amikor Félix elé kerül, tulajdonképpen azért kerül oda, mert képviseli a Jézus Krisztusban való hitet, képviseli a halálból való feltámadást, az örök életet, és ezt az elméletet kidolgozva gyülekezeteket alapít, a gyülekezeteket lelki gondozza, és így terjeszti az Isten országát a földközi tenger környékén. Na most testvérek, figyeljétek csak meg ezt a szerencsétlen Félixet. Ott van a kairos, ott van a hatalmas alkalom, hogy az övé legyen a Jézus Krisztusban való hit. Ott van a hatalmas alkalom, hogy megismerje az igazságot. Ott van a hatalmas alkalom, hogy elkezdje az önmegtartóztató életet, azért, hogy elkerülje az utolsó ítéletet. Nem teszi. Ezeket az igéket engedi elzúgni a füle mellett, mint ahogy nagyon sokan egy életen keresztül engedik ezeket az igéket. Ezt így kell mondani, hogy mondják másokat, azért látod, hogy ezt mondják. Elzúg a füle mellett, és tudjátok, mi marad meg? Valami borzasztó sekélyes, nagyon parlagias dolog marad meg. Az marad meg, ami Félixnél megmaradt. Elzúgtak ezek a dolgok. Nem használta ki az alkalmat, és abban reménykedett, hogy bár ad neki valamiféle pénzt, valamiféle nyomorúságos pénzt. Ezért többször hívogatott, nem azért hívta Pált, hogy
Szeget ütött a fejem, hogy még erről jó lenne tudni valamit. Nyugtalanít a lelkiismeret, dobog a szívem. Nem ezért hívott a pláton, hanem azért. Azt remélte, hogy kap tőle valamiféle suskát. Valamiféle nyomorult pénzt. Valamiféle nyomorult bankót, vagy aranyat, vagy ki tudja, mit remélt a szerencsétre. Na nézzétek meg! Ott van Félix, aki azt reméli, hogy Pál apostoltól a fogolytól, őtőle fog kapni valamiféle pénzt. Ott van Pál apostol is remélt valamit. Nézzétek csak meg, mit remélt Pál apostol. És azt remélem Istentől, mondja Pál néhány verssel hamarabb, mint ahogy ez a felolvasott ige sorra kerül. És azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Azt mondja Pál. Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Félix meg azt reméli, hogy ettől a szerencsétlentől hálát kapna egy kis pénzt. Akkor most így a gondolatmenetünk végén kezdünk el gondolkodni, hogy vajon mi miben reménykedünk. Tudjátok, testvéreim, hogy mi határozza meg azt, hogy te miben reménykedsz, meg én miben reménykedek, meg mi miben reménykedünk, meg a többiek, akik nincsenek itt, nem hallják ezt az igehirdetést. Tudjátok, mi határozza meg, hogy miben reménykedünk? Azt határozza meg, hogy eddig hogy használták ki a kairoszokat, amit Istentől kaptam. Azt határozza meg. Hogy eddig vajon hogy használtátok ki az alkalmat? Megértettétek, hogy Isten miért adja az alkalmakat? Vagy pedig az ördögnek sikerült rávenni engem is, meg benneteket is, hogy ezt így kell kihasználni, mert így csinálja az egész világ, meg így csinálja az apám, meg az anyám, meg a testvérem, meg a főnököm, meg a beosztottam, meg az egész társaság körülbelül. A mindenható Isten tegye áldottá az igényi testvéreim, hogy értékeljük azokat a kairoszokat, azokat az alkalmakat, amiket kapni. Hogy ne borongódjál, mint Félix, engedjük el zúgni az alkalmakat, testvéreim. Meg fogjátok látni, ha visszagondoltak, akkor, amikor a mindenható Isten megnyitja az eszünket, és látjuk, visszanézzük az életünket, hogy hányszor próbált Isten közeledni hozzánk, vagy a megtérésünk, vagy az újjászületésünk, vagy az újraéledésünk, vagy a megbocsátás, vagy mit tudom én, miféle dolgokra volt szüksége a lelkünknek. Hányszor próbált Isten közel kérkőzni hozzánk, és nem hallottuk, nem láttuk, mert tele volt a fejünk, tele volt az életünk, tele voltak a kairoszok valamiféle földi, nyomorult, alacsony rendű dologgal. Akkor elszégyeljük magunkat, és azt mondjuk, hogy tudom, hát létezik, pedig így van, testvérek. A Jóisten adja az ő lelke által nekünk a tiszta látást, hogy ismerjük fel azokat az alkalmakat, amiket Isten azért adott, hogy lássunk, hogy lássunk, hogy megismerve az igazságot, éljünk önmegtartóztató életet, hogy az ítéletet elkerüljük, és mehessünk a mi atyánk országába. Mert odavalók vagytok, odavalók vagyunk. Amen. Amen. Az Úrral járunk, igéje a veszed, dicső fény ragyogja be útunk. Mi munkáját tesszük, Úrunk folyton velünk, hozzá engedelmesek leszünk. Boldog másképp, Jézus van nem lehet.
segít, hogy esetleg énekeljek. Kicsit elhasználódott a hangom már, úgyhogy tartogattam volna az ige hirdetésre. De annyira szeretem ezt az éneket, hogy úgy gondoltam, próbáljuk, megosztuk egymással. Ugyanis azt szeretném, ha a testvérek is megpróbálnák énekelni. Az 595-ös a hitamjaiból, jól ismert énekez. Úgy jártam, hogy felteszem a szemembe, hogy jöttök a közlemártok. Ha akkor még messze, és megállapodok az betűk. Bejönnél már, de némán, kulcsfordulásra vár. Mi mondjuk, hogy milyen kor, de vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek vár. Sem helyes még a kép, könny mart a kedves arcod, oly búsan intve nép. Ó, áldott drága jóság, mely annyit tűrve vár. Ó, bűn, szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó Jézus, szólsz a szívhez, s a szó szelíden ér. Így válsz velem, te érted, hult testemből a vér. Búss szégyennel behívunk, az ajtók nyitva már. Jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el. A szívünk várva vár. Búss szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el. A szívünk várva vár. Kell, hogy úgy jártam én most Pityes testvérrel, mint a Hájó Kovács című novellába Hájó Kovács. Nem tudom, mennyien ismerjük. Pityes testvérnek biztos. Beugrik. Hát, aki nem ismer, az nézzen utána, miről van szó benne. Aztán majd rájön, hogy miért mondta. Szeretném énekelni néked, Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az éned, amely szívemből fölfakad. Thank you.
hogy néked énekelni jó, hogy életünk úgy láthatással, míg el nem éri az égi szó. Szívemhez érkezel. Keresztedni